Nemrég vásároltam egy Xbox Series X konzolt, és meglepődve tapasztaltam, hogy majdnem egy Day One kiadás került hozzá. Pontosan decemberi gyártásról beszélünk, és nyilván itt már esedékes lenne egy belső takarítás teljes mértékben. Mivel még sosem szedtem szét egy ilyet, és nem is láttam belülről, alig vártam, hogy rávethessem magam, és megnézem, miből is épül fel ez a monolitszerű bika konzol. Mindjárt mutatom, hogy mi is sikerült, de előtte egy gyors említés a videó szponzoráról. Ha frissen telepítettél Windows rendszert, de még hátra van az aktiválást, akkor most remek áron tudod beszerezni a Windows 10-et és 11-et a SiriCases webshopjában. Csak kiválasztod az adott rendszert, és beütöd a HU25-ös kuponkódot a további kedvezményért. Ezután kiválasztod a fizetés módját, én a PayPal-t ajánlom általában, de bankkártyával is tudsz. Ezután az e-mailben kapott kódot be tudjátok írni a gépházon belül a frissítés aktiválás menüpontban, és így aktiváltátok is a rendszert. Linket találtok mindenhez a leírásban. Azt ki lehet jelenteni, hogy ha a mostani konzol generáció másban nem is hibátlan, valahogy a hűtését mindegyik modellnél nagyon eltalálták. Nem kell sokat visszamenni, csak az előző két generációhoz mindkét tábornak meggyűlt a baja a különféle melegedési hibákkal és az erőteljes ventilátor pörgéssel is. Ebben a generációban talán még kevésbé jut eszükbe a felhasználóknak, hogy ki kéne takarítani a konzoljukat, mert még használat közben a zaj sem zavarja őket. Én akármelyik mostani konzolt szedtem szét, persze rájuk fért egy pasztázás és porral tele voltak sok esetben, de még így is szinte hang nélkül tudtak működni. Így ezekben a videókban rendszerint nincs semmiféle probléma, amit meg kell oldani, szimplán csak végigviszlek titeket a szerelési folyamaton, megnézzük a belső felépítését, és a sok-sok viszontagsággal kapcsolatos információ mellett, ha más nem is találunk benne, egy pár porcicát azért láthatunk. Na de nézzük is a mai főszereplőt, a papírforma szerinti legerősebb konzolt a világon. Még a kisebbik Series S-sel együtt jelent meg 2020. november 10-én. Ez azt jelenti, hogy lassan 4 éve van üzemben ez a kis Xbox, és még sosem szedték szét takarítási, vagy más célból teljesen gyári állapotban van. Ez a ciklus már indokol egy takarítást, ha másképp nem is, egy általános karbantartás keretein belül. Maga a forma meglepőre sikeredett. Nem egy hétköznapi kialakítást kapott a Series X, szabályos, tömb az egész, durva élekkel és sarkokkal. Odafent nagy hűtőrácsot találhatunk, ami alatt a fő és egyetlen ventilátor terpeszkedik. Jóformán ez húzza át a friss levegőt az egész konzolnak a testén az alsó szellőző nyílásoktól a tetejéig. Így főleg a hűtőborda alulról fog majd port kapni, és a ventilátor teteje max azért lesz poros, mert felül nyitott a konzol, és az idő előre haladtával itt megtelepszik egy minimális porréteg. Ebben a generációban már bejött egy plusz komponens a képbe, amit jócskán hűteni kell, mégpedig a tároló, az SSD. Valószínűleg itt is kapott jócskán hűtőpadokat, maga a belső tárhely is és a bővítő rész is, pont mint a Series-nél. De ne csak találgassunk, kezdjünk hozzá, szedjük szét a konzolt. Körbenézve én nem igazán vettem észre bármilyen porréteget, max a venti tetején egy picit, és oldalt hátul a szellőző sávon. Így külső szemlélőként különösebb problémát nem látok sehol a konzolon. A szétszedéséhez le kell fektetni arccal előre, itt hátul találunk két darab rejtett csavart, és jóformán ezeket kitekerve le is pattinthatjuk az egész hátlapot. Így felfedve minden egyes komponenst. Fentről lefelé haladva kezdi a sort a ventilátor, utána jön a tápegység, ez van összeszíjazva a nagy hűtőbordával és az egész szendvicses logikai egységgel. Ez kapásból két darab alaplapból áll össze. Az egyiken találjuk a portokat és a vezérlő részt, a másikon magát a GPU-CPU kombót és a bővítő kártya slotot, a HDMI porttal megtoldva. A két lap közé beiktattak egy vaskos alúöntvényt az egyértelmű hűtési képességei miatt. A lemez meghajtó alul helyezkedik el, de ezt ugye kívülről is láthatjuk, ez most nem volt így meglepetés, hogy szétszedtem a konzolt. De nem beszélve a ventilátorról. Ezen egy pici Master Chief sisakot találtunk a Halo-ból, ezeket én mindig vadászom a konzoloknál, az apró kis easter egg-eket, és itt volt először egy nagyon is jó pofa és mutatós darab, imádom. Ez egyértelmű jelzés a szervizeknek, mert ugye egy átlag felhasználó sajnos ezt sosem fogja látni. Na de folytassuk a szerelés, még mindenek előtt le kell venni az alsó kerek talpat. Ehhez egy kis patentet kell felhúzni, és eltekerni az alsó talprészt oldalirányba. Így végül is még több csavart lehet felfedni, ezek ugyanúgy 8-as Torx fejűek, így mehet is a tekerésük bitfejváltás nélkül. Most jöhet maga a meghajtó, ami egész könnyen pár csavarra kijön, a táp és adatkábelt le kell húzni, és kint is van. Ez egyébként semmiben nem különbözik az előző generációs meghajtóktól, talán kivéve a tényt, hogy minden meghajtó egyedi, nem csereszavatos, az adott Xbox-szal működik csak. Így nagy macera lesz, ha valakinek meghajtót kell cserélni, nem csak annyi van, hogy lehúzzuk és visszadugjuk az újat, rendesen bele kell majd nyúlni a konzolba, hogy felismerje a rendszer, ez eléggé hátrány. Most jöhet is a ventilátor, ez sincs túl bonyolítva, pár csavarra kijön, és meg is figyelhetjük a szép porszőnyeget a tetején, és valamennyi van az alján is. Ezután pár szalagkábel lehúzását követően kijöhet az egész belső test. Kicsit illúzió romboló volt látni, hogy ez itt a Series X a legerősebb konzol, így kibelezve elég lehangolóan néz ki, de hát ez van. A jóslat szerint persze van valamennyi por a bordák alsó részén, de meglepően kevés van belőle, és a belső kamrák is teljesen pormentesek voltak. Itt egy gyors takarítást szerintem iktassunk is be neki, és magának a ventilátornak is.
Most haladjunk tovább a szereléssel. Amilyen kicsi ez a blokk, annyira sok csavar van mindenhol. A wifi panelt leszedve és a tápkábelt kihúzva egyben lejön maga a tápegység. Érdekesség, hogy ez 315 wattos, ami jóval nagyobb, mint a Vanix 250 wattos kivitele, de még mindig kisebb, mint a PS5 hatalmas 350 wattos modellje. Ahhoz képest, hogy papírforma szerint a legerősebb konzolról beszélünk, nagyobb tápegységre számítottam, mint a Sony konzoljánál, de hát ez van, menjünk tovább. Míg kb. 200 darab csavarral később lejön a felső vezérlőlap is, ezen nincs se hűtőpad, se semmi jóformán, elég unalmas, de haladjunk tovább, mert most jönnek az izgalmas részek. Az alublokkot levéve pillanthatjuk meg az alsó fő logikai lapot. Ezen már itt van a külső SSD csatlakozó, ami kapott szépen hűtőpadot, de itt találjuk a belső tárhelyet is, ami egy fémkamrában fekszik. Azt egyből láttam, hogy egy SanDisk SSD van odabent, a pontos típusa, ha kell valakinek, olvassa le nyugodtan. Ez méretben sokkal kisebb, mint egy PS5 esetében, az ugye 80 mm-es hagyományos M.2-es SSD-t használ. Itt a kompatibilitás terén sokkal rosszabb az Xbox, ezt pár videóban már kifejtettem, de sajnos ami tény, az tény, ebben a Sony konzolja jobb. A hűtő felfogatásához le kell szedni egy nagy fémtányért, és alatta, hála az égnek, csavarokat találtam. Nem ezt az idegesítő medvecsapdaszerű horgot, aminek a lefeszítése nagyon veszélyes művelet, legalábbis a konzolra nézve. Nem, itt kitekerünk négy csavart, és a blokk tetején, még pár csavar eltávolítása után leemelhetjük a fő alaplapot a hűtő részről. Ez itt jóformán a konzol szíve és lelke. Temérdek hűtőpad van körbe a memóriáknak és a VRM-nek is, és a chipen le is olvashatjuk a Project Scarlett-et. Gyorsan takarítsuk le a megfáradt pasztát, és jöhet egy új, friss MX paszta. Ezzel végül is teljesen kész vagyunk, jöhet az összeszerelés. Így utólag ki lehet jelenteni, hogy eléggé bonyolult volt az egész folyamat. Videón lehet, hogy nem jön át, de ez az egyik legnehezebb konzol szerelés, ami eddig volt. Talán a PS5 volt még ennél is nehezebb, de érdekes módon minél visszább megyünk a generációkban, annál egyszerűbb a dolgom rendszerint. Szerszámok terén az említett Torx 8 fejen kívül semmi másra nem lesz szükségetek, ha másban nem is, de ebben nagyon jó a Series X. A belső felépítése nagy meglepetés volt számomra, gondoltam, hogy ez nem lesz egy szokványos projekt, már csak a külső megjelenése miatt is, de akkor is meglepett. Ez a szendvicsszerű kivitel nagyon hatékony, nem praktikus, de a hűtés terén az egyik legjobb megoldás az biztos. Ne ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett és érdekes volt számodra, ha igen, nézd meg a további takarítós videóimat, megtalálod a linket hozzájuk a leírásban. Ha ez nem is tartogatott olyan nagy porfüggönyt, ez a videó szempontjából persze negatív, viszont a konzolra nézve ez egy nagy érdem, így lassan 4 év után ez kivételesen tiszta belső volt. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, már nem sok kell az 50 000-hez. Hogyha esetleg Xboxot vennél, linket találsz hozzá persze a leírásban, vagy ha a konzoldat szeretnéd takarítatni, ehhez is van információ odalent. A következő videóban, mint mindig, találkozunk, addig is. Sziasztok!